Itt ez a csomó pán meg csatta hátizsákodon, és fogalmat sincs, hogy mit kezdjél velük. Pontosan tudom, hogy érzel, ugyanis én is ebben a helyzetben voltam valamikor 15 évvel ezelőtt az első fogaras gerinctúrám előtt. Egy internetről kinyomtatott szöveg alapján próbáltuk kisjelöbizálni, hogy mit hogyan kellene beállítani ezen a hátizsákon a túra előtti estén. Akkor kezdjünk is neki! Először is a lényeg ezekben a nagy hátizsákokban, hogy van itt egy ilyen nagy csat a csípőtájékán. Ennek az a szerepe, hogy a súlyt ne a vállunkon vigyük, hanem a csípőnkön. Tehát amit én most csinálok, ez nem jó semmire, mert minden itt van a vállamon. Mielőtt még a hátizsákot felvennénk, két lépésre szükség van. Mindenek előtt be kell állítanunk a megfelelő magasságot. Vagyis, hogy mekkora legyen a távolság e között az öv és e között a pánt között. Amit láthatjuk ennél a hátizsáknál, ezt tépőzáras rendszerrel lehet állítgatni, és itt vannak ezek a hézagok, ahová be tudjuk dugni a megfelelő helyre. Sok hátizsák esetén ezt az információt meg is találjuk a leírásban, hogy milyen intervallumba megfelelő a magasság. Na most ez nem a személynek a magasságát adja meg, hanem két nagyon könnyen megtalálható csont közötti különbséget, konkrétan ez a csípőcsont, amit itt érzünk oldalt, és ez a legjobban kitülemkedő csigolyacsont közötti távolság, az, amit meg szoktak adni ezeknek a hátizsákoknak a méreténél. Másik dolog, amit érdemes beállítani, de én nem tettem például ennél a hátizsáknál, és már nagyon régóta használom, ugyanis ez a hátizsák volt az, amit megpróbáltunk beállítani akkor 15 évvel ezelőtt, az, hogy ezt a fémet megszokás egy kicsit hajlítani, ugyanis az emberi hát az nem tökéletesen egyenes, kivéve egy-két szerencsés embert, hanem van benne egy ilyen S-görbület. Ezért szokták azt javasolni, hogy ezt a fényvázat is meggörbítsük egy picit, úgy, hogy kövesse a hátunknak a görbületét. Hogyha ez megvan, akkor fel is vehetjük a hátizsákot, és az első lépés az az, hogy ezt az övet bekapcsoljuk. Én azt szoktam csinálni, hogy egy picit felemelem a hátizsákot, és utána kapcsolom be az övet, ugyanis így jól rá tud feküdni a csípőmre. Tehát most itt ez a párnázott rész, ez pontosan ott van az előbb említett csípőcsonton felett, vagyis rajta. De ennél a fő csípőpánnál még ki szeretném azt emelni, hogy nagyon gyakran előfordul, hogy ahogy megyünk több órát, ez elkezd kilazulni, így szép lassan, és azután megint be kell szorítani. Hát ahogy megyünk, izzadunk, valamennyivel a kerülete is a csípőnknek egy picikét csökken, úgyhogy néha érdemes utána szorítani. Ezzel a másik probléma, hogy csak egy ilyen pont van, ahol szorul, ez is lehetővé teszi azt, hogy könnyen kilazuljon. Úgyhogy ha most vennék egy ilyen nagy hátizsákot, akkor olyat keresnék, aminek itt van még egy másik ilyen beszorító pontja, hogy ha egyszer egy adott ponton megállt, akkor onnan nehezebben lazuljon ki, vagy egyáltalán. A következő lépés beállítani ezt a főpántot, ezt innen tehetjük, tehát így tudom szorítani, és így tudom kilazítani. Itt az lenne a lényeg, hogy ahogy így menés közben mozgatjuk a kezünket, de semmiképp se dörzsöljön ki, tehát megfelelően laza legyen, viszont ne is húzzon hátra, tehát ne legyen annyira laza, hogy így a hátizsáknak a súlya hátra húzzon. Nekem valahol itt kényelmes. A várpánt beállításánál még az lenne a kívánatos, hogy végig fusson nagyjából a lapocka aljáig, végig tapadjon a hátunkhoz. Most nálam a hátizsákban össze-vissza dolgok vannak, úgyhogy annyira jól nem fekszik a hátamon, de úgy nagyjából ott van. Lehet, hogy így egy picikét, ha megszorítom, akkor még jobb. Hogyha ez megvan, akkor jön a legérdekesebb rész, ez a két pánt itt. Ezt angolul még szokták loadlifternek is nevezni, vagyis hát súlyfelemelő, így tudom lazítani, ez most például borzasztó kényelmetlen így, és hogyha meghúzom ezt a kettőt, úgy tudom beszorítani. Most ezt nagyon sokan maximumra beszorítják, amit én nem ajánlok, mert már érzem, hogy itt ez a pánt nincsen jó helyen többek között, és egy idő után eléggé kényelmetlen is lesz, úgyhogy lazítsuk ki. Hát a lényeg ugye az lenne, hogy megfelelően egyensúlyban maradjunk, ehhez az kell, hogy a legnagyobb súly az pontosan ott legyen a sarkunk felett. Ez függ attól, hogy éppen felfele, lefele megyünk, vagy egyenesen. Hogyha egyenesen megállok, akkor ugye egy picikét hátra húz a hátizsáknak a súlya, ezért is van az a tendenciánk, hogy egy picikét előre hajolva menjünk. És akkor így már rendben vagyunk. Hogyha ezt úgy állítottam be, hogy a hátizsák az hát minél közelebb legyen a függőlegeshez. Na most a nagykönyv szerint ez azt kellene jelentse, hogy ez a kicsi pánt itt a vízszintese valahol 30 és 45 fok közötti szöget zár be. Most én nem látom, hogy nálam ez mennyi, így érzésre inkább a 30 körül van, és ez így nagyjából kényelmes. Most mi történik, hogyha megyünk felfele mondjuk, akkor egy picit előbbre fogunk hajolni, mert másképp hátra húzna a hátizsáknak a súlya. Tehát ahogy megyünk felfele, egy picit javasolt jobban beszorítani, hogy ne húzzon hátra, ne húzzon visszafele. Ellenben, amikor lefele megyünk, akkor meg azt akarom, hogy ne nyomjon le, tehát egy picit kilazíthatom olyankor. Ez lenne hát elméletileg a tökéletes megoldás.
Én bevallom, hogy egyszer beállítom magamnak így, hogy kényelmes legyen, amikor egyenes terepen megyek, és aztán nem nagyon szoktam rajta állítgatni. Hogyha ez mind megvan, akkor már csak egy dolog maradt, méghozzá ez a mellpánt itt. Ez a legtöbb hátizsákon állítható, hogy milyen magasságban legyen. Ugye nyilván a mellbimbó felé nem ajánlott tenni, mert kényelmetlenné válhat egy idő után. Úgyhogy én valamivel felé szoktam. Ahogy most van, például az nagyon kényelmetlen, mert így nagyon előre hozza a pántot. Valamennyire kilazítom, úgyhogy hát így pontosan a vállamon, egy picit a vállamnak a belső részén feküdjön a két pánt. Amikor nagy súlyal megyek hosszabb túrákon, akkor szoktam váltogatni, néha kibontom, és akkor egy picit a vállamnak egy másik oldalát nyomja. Amikor az elfáradt, akkor megint bekapcsolom. Még egy harmadik változat az, amikor aláteszem az ujjam, és így megyek valameddig, amíg a kezem el nem fárad, de ezzel is pihentetem a hátamat. Ami még egy fontos szerepe lenne ennek a mellpántnak, az az, hogy közelebb hozza a súlypontját a hátizsáknak a testünkhöz, és kevésbé engedi kibillenni egyik vagy másik irányba, ami a nehezebb terepeken, sziklás részeken, patakon való átkeléskor jól jöhet. Hogyha maradt még kérdésed, amire nem kaptál választ ebből a videóból, akkor nyugodtan hagyd nekem egy hozzászólást, és igyekszem minél hamarabb válaszolni. Ebből a videóból megtudhatod azt is, hogy a mellén típusú hátizsákokat hogyan lehet beállítani. És amikor elkészül az erről szóló videó, innen meg fogod tudni azt is, hogy hogyan érdemes ezeket a nagy hátizsákokat bepakolni.